Sokféleképpen nézhetjük az életet, hogy hogyan éljük. Nézhetjük arról az oldalról, hogy elindultunk valahonnan, és elérünk valamit. Vagy sok mindent. És vagy elérjük, vagy nem, e szerint kialakul az, hogy mi jól csináljuk, jól élünk, vagy nem élünk jól. Mármint, hogy helyesen élünk-e. Nézhetjük úgy, hogy mi van, hogyha nem kéne elérni semmit. Mi van, hogyha mindenünk megvan. Ami azt jelenti, hogy valamink nincs meg, akkor csak hibáztunk. Tehát mindig csak hibákat követünk el. Csak első megközelítésre mindegy, hogy ezt hogy nézzük. Mert hogyha megnézzük azt, hogy miért vagyunk boldogok és miért nem, akkor azt látjuk, hogy összekavarodik ez az egész bennünk. Leginkább azt lehet ebből kideríteni, hogy nincs egy biztos talaj alattunk, nem tudunk mire támaszkodni, illetve amire támaszkodunk nem logikus. Egyszerűen nem lehet mindig azt a logikát, amire támaszkodunk, nem lehet mindig mögé állítani a cselekvéseinknek. Így nem derül ki, hogy mitől vagyunk sikeresek, mitől nem. Arra szeretnék kiukadni, hogy rosszak az alapok. A fejünkben rosszak az alapok. Arra vagyunk idomítva, hogy el kell érni dolgokat. Hogy valahogy kell élnünk. És ha nem úgy élünk, akkor mi rosszul élünk mások szemében, és ezáltal a saját szemünkben is. Arra vagyunk idomítva, hogy valamit konkrétan, sokféle valamit el kell érnünk. És ha azokat nem érjük el, akkor mi nem vagyunk alkalmasak, de legalábbis másoknál kevesebbek vagyunk. És ezek az alapok olyan alapok, amelyben nem lehet biztos elrugaszkodó pontot találni ahhoz, hogy az életünkben valóban a jó irányba tudjunk elindulni. Márpedig az ember minden nap elindul. Ezt javasolni is szoktam, hogy minden nap induljunk el, de mert az emberek nem teszik, de mégis egy meghazudtolom most ezt az állításomat azzal, hogy egyébként minden nap elindulunk, minden nap csinálunk valamit, folytatjuk maximum ugyanazt a szart, amit tegnap csináltunk, ugyanazt a hibás, rossz alapokon fölépülő életet, életvonalat, vagy sikertörténetet, vagy sikertelenséget, amit már régen elkezdtünk. Nem vagyunk tiszták az axiómákkal, nem tudjuk, hogy hova helyezzük ezeket. Mi legyen az az élet alapja, ami mindenhova jó lesz. Jó lesz a társadalomban, jó lesz a párkapcsolatunkban, jó lesz a vállalkozásunkban, jó lesz az egészségünknek, a biológiánknak, jó lesz spirituálisan, a lelkünknek, a gondolkozásunknak. Ha most ezeket valaki most megpróbálja megkeresni saját magába, hogy na mi az az alap, akkor nagyon gyorsan rájön, hogy fogalma sincs. Nem tudja, mire alapoz. Reggel nem tudja senki, hogy fölkelt, és mi az a biztos pont, ahonnan el lehet indulni. Ahonnan elindult aznap reggel. Azt, hogy megnézzük, hogy a naptárban mit kell csinálni, ez jó. Tegnap fölírtuk, de amikor fölírtuk tegnap, figyelembe vettük-e az alapot? Figyelembe vettük-e, hogy ez mindenhova jó lesz-e? És megvizsgáltuk-e, hogy mi szerint nézzük? Azt szerint nézzük, hogy elindulok valahova és elérem, vagy azt szerint nézzük, hogy mindig csak hibázok és nem érem el, vagy a kettőt összekeverem. Ha komputerek lennénk, akkor azonnali kék halál örökre, mindenkire. És nem számítana a kibekapcsolás, azzal sem indulnánk újra. Mert a komputer is úgy van programozva, hogy van a program, amit mi ismerünk és szídunk, és van a program, amit nem ismerünk és nem szídunk. Márpedig az a program, amit nem ismerünk és nem szídunk, az mindennek az okozója. Nem tudom ma, hogy hívják, régen EEPROM-nak hívták ezt a hardware-ba beillesztett programot, ami a hardware-t
működteti. És csak ezután jön rá a Windows 145. Addig az semmit nem tud csinálni. Hiába indítod újra, ha már az alapprogramozás rossz. Most az ember pont ugyanilyen. Ha már az alapprogramozás rossz, hiába jön egy jó idea, hogy legyünk vegetáriánusok. Vagy szeressük az embereket, mondjuk mondtam egy állatot. Vagy szeressünk bármit, vagy építsünk bármi ilyen dologra, ha belül már nem tudjuk, hogy mit kezdjünk magunkkal, ha elénk kerül bármi új dolog, nem tudjuk, hogy hova illesszük be, mert nem ismerjük az alapszoftvert. Az alapbeállítást. Valahogy el kell jutnunk ide. Valahogy ezt meg kéne értenünk. Mert ha ezt megértjük, nem biztos, hogy egy pillanat alatt megvan, vagy rögtön, vagy egy nap alatt, de ha ezt megértjük, akkor már van mire építkezni. Akkor már nyugodtan meghallgathatunk bármit. Meghallgathatjuk a rosszat mondó embert. Meghallgathatjuk a túl idealistát, a materialistát, a bolondot. Mindenkit meghallgathatunk, és mindenhonnan megtalálhatjuk azt, ami segít minket. Az összes forrásból jöhet helyes információ. De ha nincs jó alap, akkor a teremtőt is hallgathatjuk. Egy szót sem fogunk érteni belőle. Nem tudunk rá cselekedni, nem tudunk rá tervezni, semmit nem fogunk tudni csinálni. Az első dolog ez lenne. Az alapműködés helyreállítása. Mondok egy példát. Az, hogy megértsük az embert, magunkat akár, ahhoz a kellőképpen le kell egyszerűsítenünk mindent. Le kell egyszerűsíteni, tehát olyan dolgokat vegyünk csak figyelembe, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megértsük a dolgokat, és nem torzították el túlságosan az igazságot. Minden leegyszerűsítés természetesen torzít. Mert kihagyunk akár dimenziókat is, amik meghatározzák azt, hogy mi mit jelent. De ha nem egyszerűsítünk, akkor nem fogjuk föl. Tehát milyen emberek vannak? Van férfi és nő. Ez egy nagyon egyszerű modell. Ebből nagyon jól meg lehet érteni rengeteg viselkedési formát. Rengeteg esetet meg lehet ismerni, akár az életünkben, hogy miért? Azért, mert én férfi vagyok, tehát így fogok reagálni, ő meg nő, ő úgy fog reagálni. Ő megint csak férfi, tehát kettőnk között ilyen viszony lesz, ő nő, kettőnk között ilyen viszony lesz. Nagyon jól föl lehet térképezni. Egy nagyon egyszerű modellre ketté választjuk az egyet, férfi és nő, kétféle minőség. Na, de a nem férfi és nő van egy szobában, hanem van két férfi és egy nő a szobában. Hát baszhatjuk ezt a szétválasztást. Már is kiderül, hogy ezt férfinek nevezted. Amellett, hogy itt van egy másik, ugyanolyan, ami nem nő, de kurva Isten, hogy nem férfi. Látszik rajta. Akkor már nem elegendő ez a modell. Akkor milyen legyen? Van a nő, van a férfi, és van a papírhuszár. Akkor jó, de akkor hogy nézzük a világot? Akkor már van ez a háromféle. De aztán bejön még egy nő. Hát aztán most megint jó nagy bajba vagyunk. Most már négyféle ember van. Időnk át kell számolni. Tehát látszik, hogy akkor teljesen más modellt kell fölépítsünk. Nem lesz elegendő az, hogy kettő felé bontottuk a társadalmat. Akkor már lehet olyat, hogy van a férfi és a nő, az erős és a gyenge például. Hú, ez már bonyolult. Mert a nőből is lehet erős gyenge, férfiből is lehet erős gyenge, hatalmas a variáció, és innentől kezdve már elkezd egy tudományággá fajulni az egész, persze fasság lesz az egészből, de azzá fajul, és ez alapján lehet nézni, hogy ki hogyan viselkedik. Úgyhogy meg kell találnunk a helyes modellt. A helyes modellt, ami
még leírja az emberi viselkedést például, vagy az emberi életet, és mindenhova beintegrálható. Vegyünk egy modellt, ami alapján ez elkészíthető és megérthető. Vegyük az embert, az egyet. Az az egy lehet egy pont az univerzumban. Persze ez azt jelenti, hogy az valahol van, tehát innentől kezdve, ha itt van, vagy itt van, de ha nincs viszonyítási pont, akkor ez így értelmezhető. Tehát mindent úgy veszünk, hogy ő csak van, létezik valahol, de nem számít, hogy hol létezik, tehát már ezzel egyszerűsítjük a dolgunkat. Tehát az az egy ember, az az egy valami, amelyik bármelyikünk, mert mindannyian emberek vagyunk, elvileg, akkor nem számít, hogy gazdagok vagyunk, szegények vagyunk, férfiak vagyunk, nők vagyunk, jók vagyunk, rosszak vagyunk, fiatalok, öregek. Ez mind nem számít. Ez az ember. És minden, amit állítunk erről az egyről, az igaz. Gazdagra, szegényre, fiatalra, öregre, férfira, nőre, stb. Tehát ez a modellünk. Soha nem szabad belekeverni semmi ilyen jelzőt, vagy ilyen aspektust, ami megváltoztatja mondjuk a jellegzetességünket. Tehát ebben az esetben meg kell maradjunk, tisztálásunk, csak úgy, hogy van az ember. Jó, de miért nézzük ezt az egészet? Egyezünk meg valamiben. Nézzük azért ezt az egészet, mert szeretnénk azt, hogy mi magunk sikeresek legyünk, jelentsen ez bármit. Valakinek ez a pénzt jelenti, van akinek azt jelenti, hogy minden nap jót eszik, van akinek azt jelenti, hogy a hobbiával foglalkozik, finga sincs, hogy mit eszik. Bármi, csak sikeres legyen, elkezd valamit, ami érdekli őt, befejezi, és ha befejezte, akkor több lesz, mint ami volt tegnap. Saját magához viszonyítva. Ez mondjuk nevezzük sikernek. Ez azt jelenti, hogy van az ember, amelyik majd valamivé válik. Többé válik. Tehát növekszik valamilyen módon a terület, ahogy ábrázoljuk. Mert ábrázolnunk kell ahhoz, hogy megértsük. Ezért tulajdonképpen ez az ember, és ez az ember ugyanaz az ember. Csak itt kicsiben, itt meg már sok minden történt vele. Tehát látszik, hogy itt nem olyan egyszerűen veszük, hogy ő egy ember, hanem akár jelzők is behelyettesíthetők ebbe a mezőbe, és onnantól kezdve ő már egy bonyolultabb rendszer. Már csak azért is, mert lehet itt még egy ember, akinek ugyanilyen világa van. Persze most felrajzoltam két csöcsöt, de hát majd meglátjuk, mi lesz ebből. Mert hogyha a két pont egymáshoz viszonyul, akkor az egy nagyon egyszerű rendszer. De ha már a két halmaz viszonyul egymáshoz, akkor ott már lehetnek különbségek. Egyszerű a különbséget megnézni, akkor, amikor találkoznak, akkor a felület lesz az, ami először érintkezik. Ami azt jelenti, hogy bármi, ami itt van, az kapcsolatban van persze a középponttal, de ez fog találkozni, tehát jellemző lesz a találkozásuk, nem lesz olyan egyszerű, mint hogyha csak a két pont találkozna. Ugyanis itt a felületen különböző dolgok vannak. Az egyik lehet például, és ez mindenkinél más, az egyik lehet az, hogy ez a szelete ennek a halmaznak mondjuk egy társadalmi elvárás. Ez a szelete ennek a halmaznak mondjuk az, hogy itt jelenik meg az, hogy ő szeretni is tud valamit. Tehát képességek, minőségek jelennek meg. Mindez persze úgy, hogy mindig a halmaznak a külső felületén jelennek meg ezek a képességek. Tehát a felületen fogjuk tudni kifejezni magunkat. Helyettesítsük be egy pillanatra a saját életünkbe, hogy ez hogy működik. Te tanultál egy csomó mindent, megszülettél, van genetikád, van mindenféle. Ez mind belül van. Egyszerű, hogy miért állítom ezt?
ránézel valakire a metron, nem tudod, hogy melyik iskolába járt, nem tudod, hogy honnan jött, nem tudod, hogy mit csinált, tegnap mit csinált, semmit nem tudsz, tehát nincs a felületen, hanem belül van. Honnan fogod megtudni, hogy ő mit tud, vagy mit nem tud? Onnan, hogy interakcióba kerülsz vele, és az interakciónál feljön belülről egy információs csomag, és azzal az információs csomaggal fog kommunikálni veled. Tehát a felületen elkezdtek beszélgetni. És ha megkérdezed tőle, hogy mit csináltál tegnap, akkor nem azt fogja mondani, hogy tegnap nagyon boldog volt, meg ez volt, meg az volt, hanem azt mondja, hogy tegnap sétáltam. Tehát egy általános dolgot, egy felületes dolgot fog közölni. Mert hogy ezt fogod megérteni. Ja, sétáltál, értem. De ha nem ezt mondja, hanem ő egy belső dolgot mond, és azt mondja, hogy megpróbálja kifejezni, hogy belül van, és azt mondja, hogy tegnap mit csináltam? Tegnap zúgtak a patakok, felhők borultak a fejem fölé, majd napsugarak döfték át a felhőt, és rám jöttek ezek a sugarak. Akkor te mi a fasz csináltál tegnap? És akkor azt mondja, hogy sétáltam. Ja, értem. Mert hogy itt belül, ahogy így fogalmazunk, kívül meg úgy fogalmazunk, hogy megértjük egymást, tehát érteni fogják egymást. De amikor ő elmondja, hogy sétált, és ő megértette, hogy sétált, az ide bejön, és ami neki átdöfi a felhőket a napsugár, az neki meg egy matyizás volt otthon a párnán. Nem stimmel az esemény, de ugyanazt az érzést hozza ki, és nem érti, hogy az, amit ő itt mond, az itt az egész nem fog passzolni, nem fogják tudni megérteni egymást. Tehát a felületen megértjük egymást úgy, hogy csak a felületen marad az, amit megértünk. És egyáltalán nem fogunk bejutni ide. Akkor, amikor beszélgetünk egymással, akkor csak beszélgetünk egymással, és az égvilágon semmi nem történik velünk. Mert a felületen kommunikálunk. Akkor, amikor a felületen kommunikálunk, ezért ítéletet hozunk, megnézzük azt, hogy ez az ember micsoda, és csak is a felületi és az általunk látott területről megítéljük, hogy ő micsoda, azt elraktározzuk egy kis bugyorba, és ez egyenlő ezzel. Onnantól kezdve bármikor kommunikálunk vele, mi ezt fogjuk előhozni, mint élményt, és így fogjuk látni őt, mint a világot, a külvilágot. Ez legyen egy ember, ez legyen egy esemény, ez legyen egy tárgy, legyen egy világ, egy világnézet. Bármi a világon, mindenhova behelyettesíthető, pontosan ugyanúgy működik az ember, mint az világnak egyéb más része, alkotó része, univerzális. Mert így egyszerű. Ez eddig érthető, ugye? Oké. Miért probléma ez? A probléma azért van, mert mindent, amit találkozunk egy másik emberre, ez szerint fogunk megosztani. És ennek az embernek az életét úgy fogjuk fölépíteni, mondjuk egy gyerekét, akár a sajátunkat, hogy nem ezeket fogjuk megmutatni neki, hanem azt, ami kívül van, azokat fogjuk belepakolni a kis életébe, és az alapján fölépítjük őt. Kap információcsomagokat. Soha az életben nem fogunk kommunikálni úgy, hogy a belső kommunikál a belsővel, és hogy belülről építkezzünk. Hanem mindig úgy fogunk kommunikálni, hogy csak a felületekkel kezdünk felépíteni, és szépen ki fognak alakulni benne ilyen kis összeköttetések, ami alapján ő megpróbálja értelmezni a világot. És ez lesz ez a halmaz, ami tel is tele lesz fehér folttal. Mert kezdetben ez a két ember, ez úgy fejlődött, hogy ebből a belső pontból fejlődött és lett nagyobb. De ő már nem tud így fejlődni,
Mert amikor hazaviszik a kórházból, már rárakják a rózsaszín vagy a kék sapkát. Kifestik a szobáját rózsaszínre vagy kékre. Szoknyácskát kap vagy autót. És most nem a nemi változásra célzok, hanem mindenre. Kap enni a vegetáriánus családban vegetáriánus ételt. A szemmel is vaddisznót ölő 100 méterről családban pedig húst. Az a gyerek pont olyan csomagot fog kapni, ami nem feltétlen egyezik az ő belsőjével. És ez a gyerek nem ma született meg. Ez a gyerek már 5000, 10000, 20000 éve megszületett. És ez a gyerek volt az anyánk. Akkor mi mit kaptunk? Mi azt se tudjuk, hogy vegetáriánusok legyünk, vagy húsevők. Nálunk már minden volt. Az egyik szülőnk a keresztes háborúba harcolt, a másik a dzsihaddal lovagolt keresztül Afrikán. Ki tud álljabb, bassza meg? Tehát a legnagyobb problémánk az, hogy egy olyan világot alkottunk magunk körül, ami kizárólag a felületeken kommunikál, és a felületeken alapszik. Bármelyik részére rákérdezel, megdönthető a létjogosultsága. Ha rákérdezel arra, hogy miért akarsz egy ilyen és ilyen szakmában élni, nem tudsz mit mondani, csak egyet. Maximum azt tudod mondani, hogy hát, mert én ez érdekel, ezt szeretem. Nem tudsz mélyebbre menni. Nem ismered magadat. Miért szeretnél sikeres lenni? El tudod mondani, hogy miért szeretnél sikeres lenni. Eleged van a hónapról holnapra való életből. Eleged van abból, hogy valakinek csinálsz valamit. Egy csomó mindenből eleged lehet. Esetleg van olyan ember, aki azért szeretne csinálni, mert ehhez van kedve, ebben boldogságot lel. Na, egy kicsit ő kezd közeledni az igazsághoz, de ő sem tudja, hogy mit évő legyen, mert amikor azzal foglalkozik, hogy ő mennyire élvezi azt, amit csinál, közben meg nem tud keresni annyi pénzt, amennyit szeretne. Tehát mégis össze van zavarva a rendszere. És nem tudod megértetni magadat, vagy nem tudja megérteni az az ember, aki kötelességből dolgozik, azzal az emberrel magát, aki meg szeretetből, szerelemből dolgozik. Vagy azzal az emberrel, aki szerelemnek álcázott kötelességből dolgozik, mert egyébként más ötlete nincs. Hát ezek mind nem értik meg egymást. Mert mindnek nem található meg a belseje, semmilyen részéhez nem kapcsolódik. Az egyedül van. Önmagában. Képtelenség, hogy bárkivel meg tudja osztani, mert saját maga sem ismeri. Hogy ő eredetileg, eredendően kicsoda és micsoda. Na, ez egy probléma. Ez egy olyan probléma, amivel foglalkozni kell.